Társaim, Juhász Hajnalka képviselő asszony, a KDNP képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a külgazdasági és külügyminiszter úrnak. Mit tesz a kormány a munkahelyek bővítése érdekében címe? Tisztelt képviselő asszony, tájékoztatom önt, hogy miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Mencer Tamás államtitkár urat jogosította föl. Juhász Hajnalka képviselő asszonyé a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. A Fidesz-KDNP kormány, amikor 2010-ben átvette a kormányzást, akkor elkötelezte magát a munkaalapú társadalom mellett a munkahelyek megőrzése érdekében és új munkahelyek megteremtése érdekében. Az elmúlt 10 év azt bizonyítja, hogy a magyar kormány megteremtette annak a hátterét, hogy különböző munkahelytámogatásokkal és beruházás ösztönző programokkal, aki magyar emberként dolgozni akar, az tud dolgozni. 2020 azonban megrázta az egész világot, a koronavírus járvány következtében gazdasági ágazatok roppantak meg, és a magyar kormány elkötelezetten kiállt annak érdekében, hogy egyetlen magyar sem marad magára. Nem csak, hogy megőrizzük a munkahelyeket, hanem annyi új munkahelyet teremtünk, amely a vírus következtében megszűnt. És ez nem csak egy gyakorlati, hanem egy sokkal mélyebb üzenetet is hordoz, mégpedig azt, hogy elkötelezett a magyar kormány a beruházások ösztönzése érdekében, hiszen mindannyian tudjuk, és természetesen várjuk azt a pillanatot, amikor a koronavírus járványnak vége lesz. De abban a pillanatban a világgazdaságban egy nagyon éles és kemény harc indul a kapacitások újra elosztása érdekében, és fontos, hogy a világ csúcstalók technológiájával rendelkező vállalatok bízzanak a magyar kormányban, bízzanak Magyarországban, ezért nagyon fontos a működőképesség, a munkahelyek megőrzése és az új munkahelyek megteremtése. Szeretném államtitkár urat megkérdezni, hogy mit tesz a magyar kormány a munkahelyek bővítése érdekében. Köszönöm szépen, képviselőasszony! Mint hallhatták az imént, a választ Mencer Tamás államtitkár úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó. Elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony, teljesen egyetértek önnel a kérdés megvilágítását, illetően valóban a munkahely kiemelten fontos. Ha munka van, minden van. Ha munka van, akkor van biztos bevétel, van biztos jövőkép, kiszámítható jövőkép, ellenben, hogyha nincs munkája, akkor mindez elvész, és a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság lép a helyére. Valóban, ahogyan ön is utalt rá, 2010-ben 11,5-12%-os munkanélküliséggel találkozott a kormány, itt nyilvánvaló volt, hogy az egyik legfontosabb feladat munkahelyek teremtése, illetőleg annak a segítése, hogy munkahelyek tudjanak létrejönni. Ennek egyik fontos eszköze volt az adócsökkentés. Ma Magyarországon a társasági adó 9%-os, ami a legkisebb az Európai Unióban, a személyi jövedelemadó 15%, ami szintén a legkisebb adatok közé tartozik. Tehát az adócsökkentések végrehajtása is a munkahelyek létrehozását segítette. Már csak azért is, mert ami felfogásunk szerint munkát kell adni az embereknek, munkába kell segíteni őket, nem pedig segéllyel kell a problémát kezelni, már csak azért sem, mert az nem valós kezelés, tehát a munkahely, ha úgy tetszik, a felfogásunk szerint is, és praktikusan is természetesen az egyik legfontosabb. Így tehát, ahogyan arra utalt is, a külgazdasági intézményrendszert egyföl létrehoztuk, másföl a munkahelyek és a beruházások létrehozásának szolgálatába állítottuk. 2014 óta, mióta ez az intézményrendszer működik, amely 3 lábon áll, beruházás ösztönzés, export segítés, illetőleg a beruházás, valamint az export hitelezése, tehát a finanszírozás segítése. 2014 óta több mint 538 beruházást tudtunk megvalósítani, illetve született döntés, ez több mint 90 ezer munkahelyet teremt, és most a válság, a koronavírus válság idején is arra törekszünk, hogy a beruházásokat meg tudjuk valósítani, és így a munkahelyek meg tudjanak maradni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, államtitkár úr!
Egy perces viszontválaszol Juhász Hajnalka képviselőasszonyi a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, köszönöm államtitkár úrnak a válaszát a KDNP számára is. Kiemelten fontos a munkahelyek megőrzése, új munkahelyek teremtése és a beruházás ösztönzés, hiszen azt látjuk, hogy minden nehéz gazdasági helyzetben mindig ott a lehetőség, és ott a lehetőség egy gazdasági dimenzió irányába nyitásra, ez pedig a tudás által irányított kutatásfejlesztés is például, ami egy nagyon fontos új gazdasági tevékenység és fontos része a kormány munkájának, hiszen a magyar gazdaság sikere a magyar emberek tudásán, munkáján és tehetségén alapul. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Képviselő asszony, egy perces viszontválasz illeti meg Menczer Tamás államtitkár urat is. Parancsoljon! Tisztelt képviselő, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony, valóban a beruházásokért folytatott versenyben, amely egyébként öldöklő és elképesztő a világban, az volt az elmúlt években, és most is az egyik legnagyobb előnyünk az a magyar emberek tehetsége és szorgalma, kétségkívül így van, emellett mellettünk szól az adókörnyezet, az adócsökkentések, mellettünk szólnak, ahogy említettem, a megfelelő infrastruktúra és a megfelelő oktatás képzés is segít bennünket abban, hogy a beruházásokat ide tudjuk hozni. Ugye most van egy válság, ezt mindannyian tudjuk, ebben feladatunk az, hogy ahol lehet, ott megőrizzük a munkahelyeket, ahol nem lehet, ott újakat teremtsünk. Már több mint 900 cég, 904 cég jelentkezett a külügyminisztériumnál az általunk indított pályázatokhoz, illetve ezek során több mint 150 ezer munkahely megvédését vállalták, és arra is törekszünk, hogy abban az átrendeződésben, amely most zajlik a világban a koronavírus válság miatt, ebből jól jöjjünk, és lehetőség szerint, ahol esetleg bezárnak egy gyárat más országban, azt tudjuk idehozni, és nálunk nyissák meg. Köszönöm a téma felvetését. Köszönöm szépen, állam.